Köszöntöm szeretettel a Nexus TV minden nézőjét, hallgatóját. A mai napon Hunyadi Jánosról, a törökverőről szeretnék beszélni, de mielőtt rátérünk nemzetünk egyik jelentős és nagy példaképére, akinek szobra itt látható a Hősök terén, azért azt említsük meg, hogy nem ez volt az első iszlám támadás Európa ellen, amit Hunyadi korában tapasztalunk, hanem az már a 7. században Mohamed színre lépéseivel megtörtént. Nem mennék bele mélyebben az arab világ kialakulásába és az iszlám hitnek a terjedésébe. Ez a térképen látható, hogy még 100 év sem telt el, de már az arab félsziget és az ázsiai részektől egészen a mai Spanyolország területéig, beleértve Észak-Afrikát, arab fennhatóság alá kerültek ezek a területek.